Csabi Csajtészta, szavaztok gyerekek! Creeper jelentkezik a következő Red Dead Redemption részsel, amiben végre megszabadulunk a hó fogságából. Fuhó, nagyon fel vagyok körögve egyébként. Megmondom őszintén, megnéztem, hogy kb. Mennyi van, várj egy pillanat, hát nem tudom, nekem nagyon ordít a zene, és kellene állítanom rajta, mert megvadulok. Van olyan külön, hogy music, vagy valami csoda? Ez lehet a music? Nem tudom. Egy kicsit a magyarosítás az így bekever a dolgokba, szóval bocsi érte. Na, skacok! Igen, szerintem ez volt az, szuper! Ja, megszabadulunk a hófogságából, utána néztem az utolsó küldetés, a vonatrablás, és utána teljesen open world lesz a játék, és mindenképpen fogunk egy csinálni egy olyat ebben a részben, mint amit GTA-ban szoktunk, hogy elmentjük, aztán ilyen nagyon szabadon megyünk, duhajkodunk, hülyéskedünk, csinálunk mindent is. Igazából mielőtt ugye elgurulna a gyógyszer, majd mentünk egyet, hogy azért ne nagyon tegyük tönkre a mentésünket. Szóval, ezt így tervezi a Keeper. És egyébként most már süt a nap, és elvileg ennek a küldetésnek a vége már, hogy már mint hogyha véget érünk, ennek a résznek már vége már ugye ki nyílik a világ, teljesen open world lesz, teljesen azt csinálunk, amit akarunk, mehetünk városokba, mehetünk falvakba, mehetünk kocsmákba, bordélyházakba, nem tudom, az van-e, jó lenne, mehetünk kártyázni, mehetünk hotelekbe, mindent csinál, azt csinálunk, amit akarunk, rablunk, munkákat vállalunk, bármit, szóval ilyen kicsit ilyen GTA-s jellegű lesz. Egy darab küldetést kell megcsinálni, ami nem lesz egyszerű, mivel egy vonatrablás. Ugye erről szólt itt az egész, hogy ez a Dutch csávó, ugye aki a banda vezérünk, ő szeretné elrabolni ezt a vonatot a vetétárs erről. De egyébként látjátok, hogy most már ilyen olvadás van, kezd jönni a jó idő. Nekem ez a hang, ez még mindig erős, mint az árad, gyerekek. Ezelőtti rész is olyan szépen sikerült elcseszni a Keepernek, de szerintem ez egyébként az. Mert én nem látok üzét, nem látok más hangot. Szerintem ez a zene. A többi az még oké, hogy megy, de a zene az ne legyen olyan nagyon brutális. Pár nagyon iszonyatosan jók a zenék, meg tényleg olyanok, minthogyha... És az a durva, hogy nem copyrightos, tehát így ne, ezek a zenék, ezek a játékhoz készültek, szóval nem előzőleg elkészült zenéket rakott be a Rockstar, mint például a GTA-ban, hanem ezek valószínűleg ide. Jó, ha nézzetek, ott a távolban már izé volt, ott a felhők mennek, és ahol világít a nap, megvilágítja a tájat, ott már ilyen zöldes táj volt. Annyira brutális egyébként a látótávolság, hogy ez egyszerűen hihetetlen, nagyon durva. És tényleg nézzétek, hogy a felhők vonulnak, itt például ilyen nagyon világos a táj, nem hiszem el, hogy néz ki ott, meg olyan, mint hogy első felhő lenne előttem, vagy hófelhő. Oh, nagyon jó, nagyon jó. És végre ki fogunk érni, és lehet, hogy csinál. Oda nézzetek, itt már sár volt. Oda nézzetek, ott zöld erdők és mezők. És mindenféle, ugye le fogunk vonulni elvileg, hát bocsánat, hogy egy kicsit így nem nagyon néztem utána, csak annyit tudok, hogy le fogunk menni innen a hegyekből, és akkor ott le fogunk táborozni majd valahol, egy város szélébe, és onnan már ugye teljesen open world lesz a dolog. Hát most ugye megyünk vonatot rabolni, merre kell menni, én meg próbálok az úton maradni, de nem arra kellett. Ezek a volumetrikus ködök gyerekek, ahogy megcsillan a napfény a kipufogó gáz felhőkön, de igaz? Nem is tudom, melyik Jim Carrey filmben volt. Jó, nézem ki. Ja, elvileg valami vasúti dolgot kell, vonatnak nevezik ugye, vonatot kell kirabolnunk, és ez nekünk nagyon szuper lesz. Ezt megpróbáljuk minél gyorsabban, dinamikusan megcsinálni, mert oké, hogy ez is tudalva történethez tartozik, de szeretnénk már egy kicsit szabadabban lenni, hogy ne az legyen, hogy egyik átvezető animációval a másikba rángat minket a játék, ott megy a csáva, Billod van. Igen. Le akarsz menni? Nézd meg, hogy halad. Oké. Ja, beraktam azt, hogy mutassa a játék, hogy ki beszél, mert annyira hasonlóak a szinkronhangok sokszor, hogy egyszerűen nem tudtam, hogy éppen ki az, aki beszél. Na, ott a Bill elvileg... Várjál, meg akarom nézni ezt a vizet, meg ezt a sorot. Ó, Istenem, hogy néz ki az a játék, nagyon jó. Na, azt akartam mondani, hogy hol a Bill. Ott szerel. Annyira hasonlóak a szinkronhangok, egyszerűen nem tudtam, hogy... Na, induljál meg. Mi van, Bill? Mi a helyzet? Hogy haladsz? Igen? Jól vagyok. Biztosan, hogy menne? Természetesen?
Segítsek egy kicsit? Azt most ugye nem tudom, hogy láttátok-e, de most szart egy hatalmasat a lovunk. Ez halál komolyan jött belőle, ki potyogott a földre oda. A lószar. Vedd fel az orsot. Hallod, és köszönöm, hogy bele ne lépjünk, vagy mi van? Az benne durva, még ha meg is lenne. De nagyon kemény volt, hogy tényleg az volt. Ez viccek kívül lehet, hogy hülyének néztek, de az volt. Szart egyet a lóba ezzel. Oda. Na, merre kell menni? Oda, jó van. Oké. Okay. Hogy viszi be az? Várj, C-vel, szemből. Olyan animációk vannak ebben a játékban, annyira jól megvan sem. Meg a fű elhajol, ahogy lépkedsz, beszarsz neki. Nagyon durva, ma egy kicsit fel vagyok pörögve, egy kicsit más lesz a gameplay. Néha ilyen ingadozó, valamikor ilyen melankolikus. Valamikor meg ilyen nagyon figyelek. Na, mit kell most csinálnom? Ne. Kés, igen. Elvel. Kapja az izéje, konnekteljem a vezetéket. Oké, okay. Nyomjuk meg, próbálnak. Menj vissza a többiekhez, innen átveszem. Irány, darány, megyünk. Hajrá. Na, megfordulj. Összökéljük a lovat. Egyébként amikor nyomok egy shiftet, akkor így a megsarkantyúzza a lovat, az is tök brutál. Itt kell felkapatni, ugye? Ja. És végre egy játék, amivel a lómozgása ilyen, mondhatni perfekt. Mire jó megvan sem. Mi van gyerekek, mi újság van itt? Hamarosan kiderül. Mi van? Ja, hogy jó-e? Minden rendben? Azt hiszem igen. Oké, okay, takarjátok el az arcokat, takartom vonat bármelyik percben itt lesz. Top gomb fegyver kerék megjelenítéséhez. Váncs az R-rel, elemekre. Mi a tök? Lehet ilyet? Elrejti a személyazonságát, miközben bűncselekményeket követel. Jó, ez nagyon jó, akkor lehet így bűnözni, nem kap akkor özést, vagy valami ilyesmi lesz? Ez nagyon állat lenne, mert akkor szétbizonyileg terrorizálok mindenkit a városokba. Jön a vonat! Fölrobbantjuk, aztán szétcsapjuk a dolgokat. Mit kell, mindenkinek, mindenki tudja, mit kell tenni. Hát ne arra ugyatok, én nem tudom, hogy mit kell tenni. Na, bum. Hát ez nem jött össze, van egy olyan érzése. És hova futunk? Ugrás a vonatra? Hülye vagy? Na. Oh my god! Az egyik leesett, a Javier. Javier leesett, jó, nem lett baja. Ó, meg a másik csávó is. Gyerekek! Milyen filmszerű animációk voltak ezek? Add ide a kezedet, hülye gyerek. Ki ez? Segíts, pull. Nyomogatni kell. Vannak ilyen quick time event-szerű dolgok. Lassítsuk le a dolgot. Hol van Javier? Oké, okay, leesett. Ugye ide kell levennem? Oké, okay, várjál. Ajaj, várjál, nekem kéne valami feljó. Meg dizájnom, az fel van törve, fel van, jó. Egy szerintem itt akció lesz. Micsoda gyerekek, kizai vagyok. Nagyon brutál farbajhős. Ja, egyébként a töltényt az fölveszi, hogyha közelébe megyek. Ami a szar volt, ott volt egy hülye. Nincs olyan, Terminátor 2-dik. Azt mondtátok, lövöldözős játékban nem leszek, oké. Okay. Micsoda, brutálisak vagyunk gyerekek. Úgy megyünk végig, mint a Terminátor. Fejebb? Fie. Nem kis pályázunk. Azt a betyát! Micsoda? Öcsém! Jó, nagyon élvezem! Nem szoktam én nagyon FPS-ekkel játszani, tudjátok. És megyek, merre menjek, mit csináljak? Van fosok. Elébb ugrik valami balfasz, aztán ki akar nyírni.
Ó, az meg leütöttek, leütöttek! Mit csináljak? Nyomkodni kell ezt az F-et! Na de! Azt a rohadt életbe gyerekek, mi olyan meghaltam? Kidobtuk azt! Basszus, mi volt ez? De várj, a pisztolyom meg leesettem, meg van! Megvan a pisztolyom? Megvan, jó. Mi az az övé volt? Lehet, hogy leesett. Mit kell csinálnom? Megállítanom a vonatot? Satúfék gyerekek, júj! Végre akció, egyébként imádom az akciót. Kicsit nekem már ilyen lagymatag volt. Persze, sztori, meg expozíció, meg felvezetés, meg minden. Oké, okay, hogy lelövöm a sisakat a fejére, de... Jó vagyunk gyerekek. Előre kéne törni. Bazzer, brutálisak vagyunk, hát te csámo. Azt hittem granátot dob. Esküszöm, az egér is. Sokan mondják, hogy jaj, mert jó egértől nem veszel pro, de komolyan mondom, cseréltem egy egeret. Szuper jó lett tőle a célzásom. Tényleg jobb, sokkal jobb. Bár oda nem nagyon célzok, ahol nem látok. Nem látom egyáltalán, hogy így vannak ott, meg még vannak ide leugró. Jaj, kapott a kítőre fejére. Nem látom őket. Most párat leszettünk. Nem látok semmit abban a ködben, és meg én egy rohangrának hallod. Menjünk előbbre. Ja, ezek a miénk basszus, meg jó, hogy nem szedtem le őket. Jó vagy, oké, jó voltunk gyerekek. Hehehehej! Ja, igen. Lecseréltem egy G600 MMO-ra az egeremet nem olyan rég, aztán... Tök jó, mert izen menet közben is tudok DPI-t váltani. Mikor kell. Na, mi történik? Figyeljetek rám, nem akarunk megölni senkit. Jó, valami páncélott kocsiba vannak? Egy barátaink megsiketültek. Ébresszük fel őket. Mi ez? Ugye, hogy van csípőből tüzelés. Izével. Csak hogy a bal gombot nyomsz, nem kell céloznod fel. Vegye el a dinamitot. Dinamitta kirobbantjuk ajtót, csácsobi. Meg van oldva. Annyi interakció van ebben a játékban, hogy győz követni, hallod? Na, menjünk innen, bazai, már fosztosok. Futi! Na, mindjárt felrobbanik gyerekek, lerőtépi a fejedet. Na, igen. Te egyébként ez a fegyver elővétel, ez egy tortúra. Te én fejbe lövöm őket a gyerekek, ne vicceljél. Én egyébként gonosz akarok lenni, rájöttem. Mindig jók vagyunk a játékokban, legyünk már egy kicsit gonoszok, hát banditák vagyunk, vagy valami. Ne löködjétek meg digger, mert így átba húzlak. Fölököd. Gyerekek, mi van az összes üzé? Az indián is, meg a néger is itt föl akar lökni. Hát, hülyék vagytok gyerekek. Na, mi van itt a vonaton? Az igen, ez tényleg jól néz ki. És milyen jól néz ki, és... Hogy a tökbe csinálják azt, hogy van egy ilyen hatalmas kültér, és bemész egy ilyen nagyon jó kidolgozott helyre. Mi az? Tölts nekem egy brandit, kiszáradtam, pofa be. Yeah,
Nagyon jó. Nézzük már meg, lehet-e lopni valamit. Finom pálinkát elloptuk. Jó, várjál, ott valami tárgy volt. Ott van a rókakoma. Ja, hogy még az utolsó könyvnek is érted, ilyen tűélesen ki van dolgozva. Hogy csinálják ezt, basszus? Valamit elraktunk. Szivart! Gyerekek, mi az nagyon nagy üzeg vagyok, csírák, mindent is ellopunk. Keresés a fiókba. Tegyel, mi az? Világbajnok kártya, prémium cigaretta. Van valami gyűjthető kártya, nem? Amit lehet, várjál, mit lehet itt? Még van benne valami? Egyébként miért nem? Ott még van valami? 25 dolcsi, yeah! Tele vagyunk, mint a győri busz, gyerekek. Itt van valami papír, mi ez? Levél. Mi ez? Nézd már meg. Fú, de jól néz ki, még ezt is így nézve. Olvass el. Ó, kedves Leviticus. Köszönöm a táviratot és a Jameson bányavállalat iránt folyamatos érdeklődését. Azonban minden olyan hír, amilyen az... Azt irányításom van pénz, hogy nehézség kapott, egyszerűen hamis. És arra kérem, hogy kérdezz meg a forrásod. Hát ezek valaki levelezik valakivel, nem tudom mennyire fontos vagy releváns. Tedd el, hát elrakjuk. Elrakjuk hát, ha valamire jó. Meg, már ott is egy szivar. Ott láttam, meg ott egy zsebóra, figyeld, platina zsebóra. Azt mondtátok, el lehet adni. Lehet eladni mindent is, itt is egy levél. Jó, adjál már levéllel. Ott van a fia. Mindjárt megyek, gyerekek, csak kízzel. Figyelj, itt meg valami széfet földörtek ezek te. Közben, hogyan? Mit találtál? Ezek. Kötvények. Érnek valamit? Ó, persze. Bemutatóról szól a kötvények. Azt hiszem, ezek valószínűleg elég könnyen el tudjuk adni. Szép munka. Most már megszabadul. Just make sure they don't send no folk after us, okay? Ó, nekünk kell dönteni, hogy mit csinálja, inkább ők. We'll be moving on. The rest of you, let's ride! Hú, akkor az ilyen izé döntés lesz. Mondjuk az ilyen ártatlanokkal nem akarok köcsög lenni. Mit lehet? Célzás fegyver, fenyegetés. Célzás fegyver az mi? Az fejbe lövöm? De várj, ez ilyen kivégzés lesz szerintem. Hú, jó van, oké, azt ne. Azért majdnem kivégeztük őket, nem? Ki lehetett volna? Ez nem akar felszállni? Ugye, hátba vágom. Ez jó volt! Ráfogtam a fegyvert! Legyom hozzá, hogy elindítsd a vonatot. Izé, ráfogtam, milyen jól néz ki a belső, oda nézzük, az ebbe be lehet menni. De én nem hiszem el, hogy az így néz ki az a játék, érted? Mennyire kontrasztos, figyeld, végtelen, izé. Ott van valami világítás, figyeled? Na mindegy, végtelen, bejárható terület, és akkor fogod magad, följössz egy ilyen vonatnak a izébe, és itt meg ezt fogad. Hogy az anyjába csináltak? Ezek valami ufók egyébként? És azok tényleg ki lehet, figyeld, várjál. És itt is lehetne lopni meg minden, én nem nézek át semmit, csak megyek mind a világ talán. Ez mi, szivar volt? Mondom, hogy ott volt, fönt is van. Hogy néz ki, hogy vibrál ez a lámpa? Ezt, anyád, úristene. Fiók bezárás, az előbb volt valami kifosztás valahol, nem? Aztán mondom, lehet zongorázni, mert akkor én meg neki megyek a falnak. Na gyerekek. Na menjünk a izébe, ugye a... Ja, mert ezek a hullákat lehet kifosztani, jó, de hát most engem ez nem érdekel. Meg szerintem nem itt fogjuk megcsinálni a nagy szerencsénket. Na, akkor menjünk a vonathoz, és akkor elindítjuk a vonat, elmegyünk vele, vagy pedig csak elküldjük ezeket a csávókat. A fémet, baza, érdem rendesen a rozsdás fémet a kezemnél, komolyan.
Annyira életfű. Na. Tü-tü-t, vonatot vezetünk. Egyébként azt hiszem lehet vonatot is vezetni. Hát meg igazából mindent lehet, tök open world az egész. Csak ugye most fog kinyílni majd ezután. Ja, hát ezeket elküldtük borért. Gondolom, hogy ne nagyon zavarjanak minket, viszont, ja. Ez nem lesz nekik bajuk, amikor befut az első városba ez a vonat. Mondjuk ugye ez egy gőzmozdony lett, ugye megáll egy idő után. Szóval annyira nem csináltunk, így nem csináltunk gonosz tettet, gondolom. Bár nem egyértelmű. Mondjuk a fejbelövésnél csak jobb, nem? Mert ugye fejbe is lövettük volna őket. Na, ó, az Isten szerelemért tedd azt a könyvet és menj segíteni. Ó, oh. Mary Beth. Figyeljetek, már fölpakolták a szekereket, vagy indulási van. Kijutunk ebből a pokolból? Megpróbáljuk az időjárás stabilnak tűnik. És épp most raboltuk ki. Ó, oh, van pénz a zsebünkben. A legrosszabb már... Fú, baze! Gyerekek, pörögnek az események! Mennyi szinkron színész, mennyi munkája, képzeljétek ez a játék. Na valami település van a közelben, ahol el tudunk lenni. Nagyon jó, nagyon jó. Filmszerű az egész. Nézd már meg! Megyünk a izé. Ilyen szekér karavána, de miért néha megretszenik? Tölt valamit, vagy nem tudom. Néha nem lettétek ezt, hogy ilyen retszenés volt. Mondjuk annyi baj legyen. Mi ez a zene? Mi ez a zene? Várj gyerekek, várjatok. Én ezt föl fogom hangosítani, csak hogy ezt hallgassátok meg. És utána leveszem, ígérem, de ezt hallgassátok meg, mi ez a zene? De nem copyright, és nem hiszem el, hogy ez... Get over here! Yes, boss. You two ride up ahead, make sure there's no surprises. We've had enough. Jelenleg brutális, és tudjátok mi a durva, hogy... Hát, néztem, ugye most vettem meg Steamen, az első három rész, vagy két rész az nem izé volt. Nem eredetivel játszottam. Most vettem meg, és megnéztem ugye a kommenteket, hogy... Ki milyen értékelést adott. Ugye rengeteg, mit tudom, 500 000 értékelés van körülbelül, komolyan. És abból csak 50 000 a rossz. De az 50 000 rosszban olyanok vannak, hogy egyszerűen nem tudom megérteni. Hogy jaj, mert ez miért jó játék, a Rockstar 40 euróba kerül, mekkora szar, meg minden, meg ilyeneket. Oké, most már ugye nem annyiba kerül, mert tök olcsón megkapod, mivel... Mi ez? Gyorsítás, hogy... Ó, jaj, várjál! Mi vezetjük a kocsit? Hoppá, akkor ez úgy működik, mint a ló. Tudunk egyet ösztökélnálló van, a kontrollal meg tudunk fékezni. Ej, hogy néz ki ez az egész gyerekek? Nézd valam meg. Nagyon bateg. Hoppá, az a hátsó kerék az kicsit le van robbóva, nem? Hehehe! Dír! Elment a hátsó kerék borért, meg lepotyogtak a csomagok, he. Ez igen. Tök durva, hogy mindig szidják egymást, meg magukat is, hogy eltörtem a kereket, meg a nem is, amikor nem robban fel az a valami. Akkor is, hogy ilyen hülye vagy, nem jól csináltad meg, azt mondtad, jól csináltad meg, most az éjj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 j
jók ezek a kis ilyen mini játék jellegű dolgok egyébként. Mit kell csinálni? Vállunkkal kell. Ilyen, vannak ilyen quick time eventek. Azt mondják, hogy az quick time eventek kimondtak a játékiparból, divatból. Hát nem mentek azok ki, hogyha jól csinálják őket. Igazából tudsz így interaktálni olyan mozdulatokat, amik nem megvalósíthatóak ugye máshogy. És szól tovább az a zene. És ott meg mi van fönt?
Ott van három lovas, he. What do you think? If they wanted trouble, we wouldn't have seen them. Indiának. Poor bastards. We really screwed them over down here. Come on, let's not push our luck. What happened? Ugye ez a játék, ez így a bandita korszak legvégén van, amikor ugye kezdődik az ipari forradalom, már kezdenek ugye lenni gőzgépek, iparosodás, meg egy csomó minden ilyen, szóval ez tényleg azt a korszakot, nem a legelejét, ugye a vadnyugat legelejét csinál. Ja, hogy így lehet, hogy itt a jó. Jó van, próbálok menni, csak nem olyan egyszerű. Na szóval igen, ez a bandita korszak legvégét mutatja be, és pont arról szól elvileg. Kritikát néztem, Otherworld-eset róla, nem tudom, ismeritek-e Otherworld-ös Zolit. Ugye ott ugye elmondja, hogy ez a banda így próbál még fennmaradni egy olyan környezetben, ami már gyakorlatilag nem nagyon tolerálja ugye az ilyen banda jellegű életvitelt, meg ilyen törvényen kívüli életvitelt, és ennek ellenére így próbálnak fennmaradni, és ezek a nehézségek fognak talán szembe jönni velük, bár aztán nem tudok róla semmit a történetről, és nem is baj ez. Én meg abban láttam, hogy ugye a déli mocsárvidékig, ilyen Mississippi jellegű mocsárvidékig, a sivatagig mindenfele fogunk járni, mármint ilyen Arizona jellegű ilyen pusztaságok körül is. Nyere kell menni bazza. Nem, meg megyünk kább letelepedni. Ebben a részben már mindenképpen menni akarok a városba, meg mindenféle csinálni, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit hosszabb lesz, mert végre kinyílik a világ, mert ha minden igaz, akkor le fogunk táborozni valahol, és akkor onnan tudok én menni bárhova küldetéseket csinálni, viszont ha akarom, akkor tudom gyölíteni a főküldetést is magam előtt. Hát konkrétan egy ilyen GTA jellegű open world világ lesz az egész. Nézzétek, mennyi állat van, az is tök brutál egyébként, mindenhol állatok mászkálnak. Meg hogy néz ki ez a környezet, Mária? Kicsit ilyen idejemlék beütésem volt most, hoppá, mi az? Most forró vagy, az bidon... Föl vagyunk túlságosan öltözve, azt írja a csávó. Mármint a... környezetnek megfelelő ruházatot kell viselnünk. Tehát akkor át kell öltöznünk majd. Elvileg nyugatra próbálunk menni, hogyha jól szűröm le, mivel ugye keletről indult meg ugye ez a letelepedés az új világba, és ugye minél nyugatabbra mész ugye a Amerikába, akkor annál inkább kietlenebb, kevésbé civilizált részekre fogsz eljutni, ahova ugye jobban szerintem visszahúz a szívük nekik, mivel ugye akkor a szabadabb élet fele tudnak menni, nem az van, hogy majd egy gyárba kell dolgozniuk például, és van egy ilyen romantikája ennek az egésznek, én így tudom megértelmezni egyelőre ezt az egészet, ahol beszélgetésekből, ahogy leszűröm, meg főleg az az adalék is ugye, hogy elmondta Zoli ebben a videóban, hogy ez az alapfelütés, hogy az a banda, ez nem nagyon szívesen látod vendég a fejlődő Amerikában már. És nagyon jó, ezek a beszélgetések, amik itt folynak, közben olvasgatom, nem is pontosan arra fókuszálnak, hogy a sztorit... Mellé kell menni, mi történik? Mit dolgozol ott? Csak egy kis cicka, fark és gízleg jót tesz az egészségnek. Jobb, mint a boltban vásárolt cucc. Tessék, mindez a tiéd lehet. Már ott tartok, hogy csukott szabba és meg tudod csinálni. Oké, köszönöm. Szereztél néhány gyógynövényt, ezeket elfogyasztatod, hogy feltöltsd a bagjaidat. Felhasználod... Aha.
Világ minden táján megtalálható a különböző féle növények. Válasz ki őket, hogy megismerje a tulajdonságaikat. Gondolom akkor lehet craftolni ilyen potion-öket, vagy ilyen hasonló dolgokat. Hát most a ginzenget ismertük meg például, azt írja, ugye én F1-et nyomok, akkor mutat róla egy ilyen infót. Hoppá, már mutatja a map, hogy hol fogunk letelepedni a srácok. Ott lesz a... Valami ilyen kilátó, vagy... Ja. Horzeó, nem tudom mi az a ó. Meg a cicka farkot is megismertél, aha. Jó, merre kell menni? Fölfele ott? Azt a betyár gyerekek. Nem, jobbra? És akkor ugye letelepedünk onnan már tényleg egy open world jellegű, inkább open world jellegű játék lesz. Milyen jó ilyen ködös, nem tudom hány óra van, honnan tudom, hogy hány óra. Várja, azt hiszem, hogy az altot megpöccintem. Nem. Honnan tudom, azt, pedig úgy emlékeztem, hogy az altot megpöccintem, akkor mutatja hány óra. Aztán lehet, hogy hülye vagyok. Ah, 26 dolcsik nyerek. Ha az altot megpöccintem, akkor inkább kirak mindent. A magjaimat, nagyobbra veszi a térképet, kirakja a pénzemet. Tehát akkor így meg tudod nézni, meg kiírja, hogy éppen mi a feladatod. Ott a gyúl, figyelj, elütöm, öcsém. Nem mondod, hogy el is ütötte, elmentem a lóval a nyúlon, és meg is halt. El is pusztult. Ez brutális. Neki megyek. Egyébként szerintem azt a szekeret össze lehet törni, úgyhogy egy kicsit óvatosba kéne tolni. Jöhet ez egy ilyen... Inkább északibb Wyoming-szerű vidék lehet. Ugye a helyek azok, mi azt most nagyon kontroll, hogy a kocsit tette teljesen megálljon. Minek kell megállnom? Ja, hogy? Mert arra kell menni. Mi az leesett róla a csávó? Basza nem figyelte. Mi az anyád úristen az a fény? Ja nem, itt várt minket a csávó, hogy merre menjünk. Aha. De ezek a fények, ezek az anyád úristene. Mi az anyád úristen? Menj az anyád, mi ez a játék? Nem tudom, egész végig szerintem erre fogok rácsodálkozni. Főleg, hogyha kiílik ez az open world világ, az nagyon érdekelni fog. Egy kicsit kapcsoljuk. Az igen, hallod, neki durrantott a hülye gyerek. Merre kell menni? Itt kell menni a nagy semmi közepén. Ott van fönn a izé. Na látom ám. Aha, tábor. Megjöttünk, kitörött kerékkel, ők meg már letaraboroztak, hát így volt a narratíva megírva, ugye. Megjöttünk. Ez egy tökéletes, egyébként tényleg jó ilyen sík. Meg gondolom ilyen egy meredély tetején van. Milyen érdekes lehetett akkor, amikor még ilyen a nagynyugati környezetben annyira nem voltak minden terület kiparcellázva, minden egyes négyzetméter. És mondhatni, le tudtál telepedni a csapatoddal egy ilyen helyen. De figyeljetek, a Dutch az már átöltözött, hallod? Az már ilyen csinibe van, figyeld. I ain't got that long, Dutch. I want folks safe before I go. Me too. And now we are stuck east of the Grizzlies and out of money. And a long way from a dream of virgin land in the west. A szűzföld, ja, nyugatra akarunk menni. But we are safe. We make a bit of money here. Then we move again. Na, ja, fát, hogy olyan. Be west of Uncle Sam. In a few months, buy some land. I hope so. Would you just look around you? Ennek a világnak megvannak a maga vigaszai. Úristen, hogy néz ki. Uraim, a helyi városban megyek, és tudjátok? Hát, ha tudok, egy kis üzletet kötni. Inkább bankot rabolok, mint uzsorát. Valahogy méltóság teljesebbnek tűnik. Most mindenki tegye le a szerszámokat pillanatra. Na. Gyerünk, gyűjjetek ide gyorsan. Tudom, hogy nehéz volt. De most már biztonságban vagyunk, és túlságosan szegények vagyunk. Itt az ideje, hogy mindenki munkához lásson. Menj dolgozni, de maradj távol a bajtól. Ne feledjétek, hogy vándormunkások vagyunk, elbocsájtottak minket, bezártak a gyárunkat éjszakon. Most pedig menjetek ki, és nézzetek meg, mit találtok. Svensson tiszteletes bácsi, nincs több utas.
mindenki dolgozzon a megélhetéséért. Van egy város egy kicsit lejjebb az úton. Valentine, Ash, raktárváros, csupa sár és idióta, ha jól emlékszel. Jó kiinduló pont. Ételre van szükségünk, azt mondja, minden nap, egyik bármit is, találsz, a tábor megkapja maga szeletét. Legyetek észnél odaként. Ó, a lányok elkészítették a sátrat, Mr. Borger, jöjjön bele. Na, ha lesz külön sátrunk, lesz akkor lakásunk, ahol gondolom tudok aludni, meg minden. Azt a begyen, nagyon néz ki ez az egész. Ahogyan borotfálkozzon, öltözőnád, vagy tárolja fegyverét a sátránál lévő fegyverraktárban. Nagyon jó lesz az érzem. Open volt, és innen el fogok engedni a kezem végre. Egy picit mehetek. Gyerekek! Indul a izé, indul a buli. Chapter 2. Tó. Néhány héttel később. Na. Leszálltunk egyre kelet felé, volt egy egész szép ország, Hearthland. Sok éve nem jártam ilyen messze keleten. Onnan egy kicsit jobbnak néz, szemei ismét csillognak, és látom, hogy egy kicsit tisztábban gondolkodik. Azt hiszem, mindannyian egy kicsit boldogabbak vagyunk. Blackwater és az egész űrzóval ellenére. Mi a szar volt Blackwaterbe? Mi a szar volt ott? Na. Egyél, igyelj, spihenj és fenntartsd a magukat. Jó, oké. Fú, gyerekek. Akkor szokálunk van. Fiúk egy része van Valentine-ban van. Bill, Charles, Javier. És Svensson talált valamit. A tó melletti vasútállomáson. Strauss azzal hátbonzogató kis mosolyon az arcán jön vissza. Biztos vagyunk benne, hogy egy egész... Gyerekek, milyen a nagy szakál? Figyelj, ezek az átvezetők, ahogy átmennek a real játékba, az is brutális. Na, van kamerám, nagyon jó. Várj, ez az én kecóm? Ez az én kecóm. Mit lehet csinálni? He! Lehet borotfálkozni? Borotfálkozzunk meg! Mi ez? Trim? Az a vágás, ugye? Trimed a saját hajad, nincs pomádé, hogy alkalmazza. Pomádé haj, az nem tudom mi. Na, trimeljünk. Minden arcszőzet. Minden arcszőzet. Vágjuk le ezt a szakállat. Hogyan néz ki? Itt van a hosszúság? Hogy kell? Ó, de jó. Gyerekek, micsoda, hogy milyen jó. Gondolom ez akkor nő folyamatosan, és mindig vissza kell vágni. Ez olyan állat. Lehetne ilyen nagy bajusz növeszte, ilyen hatalmasat. Na, várj, és ilyenkor? Kiválasztás. Oké, meg is történt, ugye? Jelenleg. Hosszú túravit. Hát ugye most már levágtok. Nagyon jó, várjál már, mit lehet itt még, itt biztos, hogy lehet valamit, ott egy sajabb sátorban, aztán mindjárt megugorjuk. Mi ez a megvizsgáló? Ó, ellenőrzi a tárgyat, alvás, leülés, ágy. Megvizsgál a fénykép, jól mondom, érdekel a fénykép. Átöltözés, na, vannak egy jó dolgok. Uff, mi a szar, kalapok, felfüggesztők, nadrág, ingek. Ó, de jó. Várjál, álljál meg. Ruhák. Ja, ez ilyen egész ruha, de azt mondták, hogy ugye ez a ruha... Aha, ott írja, hogy melyik az a ruha alkalmas a forró hőmérsékletre. Átlagos hőmérsékletre. Átlagosra. Hideg ruha. És a száma... Fogalmam sincs, hogy izé. De várjál. Egyedi ruhák. Ruhák a lovon. De lehet külön is, ugye, hogy külön kabát. De nekem kabát nem kéne, az kéne, hogy... Nem lehet olyan, hogy nincs kabát? Nincs kabát, mert ezt gondoltam. Mellény. Milyen menő mellények vannak, gyerekek. Az a bőrjekó, ez nagyon kevés volt. Figyelj, ez meg ilyen csillagos. Ez volt a legmenőbb, nem? Légiós mellény, ez legyen. Ingek.
Gyerekek, csínibe leszünk. Ó, ne viccelj, ez. Na, ebbe leszünk, gyerekek. Nagyon jó. És ez mi? Fölvette? Ilyen szint is lehetne választani? Vagy mi volt ez? Az uniós öltöny az mi? Ja, ez ilyen szar. Nadrág. Hát ez csinosak vagyunk tényleg. Ráncs nadrág. Gyerekek, le vagyunk idejelve. Hát milyen koszfészek nadrágjai gazdag. Jó legyen ez legalább fekete, nem? Vagy ilyen izé farmer gatya. Felfüggesztők, az mi a szar? Nadrágtartó, jó, hát azt felejtsd el. Jó, oké, gyerekek. Na, és most már mindjárt menősebbek vagyunk. Oda nézzé. Ó, hát nagyon cowboy. Ha minden nap pörköltet főz a perszol, amit ehetsz a fazékból. Hát hol az anyám balagában van az? Mert a tabbal így, hogy nem alt. És ő írja ott a 9 óra 39 van és 8 fok, látod? Elvileg akkor valaki főz a perszol. De annak ugye például kaját kell hordani, vagy valami van, nem? Jó reggelt, Arthur. Itt tudok enni? És hol az anyámba? Nem itt? Nem, miért nem tudok enni? Ott. Gyerek, menj innen, én váltam előbb sorba. Na, együnk egyet. Ha megragadsz egy tálpörköltet, várnod kell, mire ehetsz újat. Hát az anyátokat. De mi az? Tök jó. Ragú. Ezt megesszük, várjál, egyél. Á, ez hülye, ez nagyon jó. Lemegyek a városba, mindjárt rendet tenni. Jó, nézzük, és az altot megnyomod, akkor igazából kirak mindent. És azt is, hogy hány fog van meg ilyen. Na, figyelj, tyúkot felrúgom. Nem lehet valamit csinálni? Tyúkotyka! Na, menjünk le a városba. Nézzünk egy mapot. Mennyi izé van dolgotka itt. Hol van? Ez mi az eres? Svensson tiszteletes. Ja, az olyan, ott van. Ez mi? Aha. Ez ki? Ez a város, itt van a város, várja. Mi ez? Színház is van. Van mészáros, hotel, fegyverkovács, doktor, szalon. Itt is egy szalon, ez mi? Postakocsi. Posta. Na, gyerekek, ide elmegyünk. Hogy lehet izé útpontet? Ja, nem oda akartam útpontet, bocsi. Ide a henteshez. Ide. Azaz. És akkor tudjuk, merre kell menni. Na, unaló. Megyünk aztán ide, fogunk egyet menteni. Hogy... Ez fontosít, azt mondom, közben akkor utasított a lovat, hogy maradjon, meneküljön, vagy kövessen. Jó van, oké. Menjünk a francba. Kicsit osztokéljük a lovat. Indul meg, jó. Ja! Ja! Ja, itt kimentünk az útra. Oké. Okay. Na, itt innentől kíváncsi leszek a dolgokra, egyelőre nem fogok szétcseszni semmit. Figyelj, itt tudnék varázni. A fegyverem az mi van most a lovon? Lehet, hogy nem is hoztam normális fegyver, nem is erre kell menni. Mert itt tudnék varázni is, ugye. Mennyi pénzünk van? Várj, altot lepöccinted, mindent kiír, az tök jó. Matizóra van, hát az nagyon szép. Ott egy csávó, he. Figyelj, mit lehet ezzel csinálni? Elvileg ugye lehet fókuszálni rá, ide bálok, mert várjál. Kihívás, üldözés, provokálás. Provokálás. Jó, beszólt. Jó, inkább engelem. Nem akarok egyből itt összeakasztani bajszot valakivel. Füstöl valami, ugye be lehet járni az egészet, és csomó rejtett dolog van, meg mindenhol küldetések, minden szar. Bele kell ebbe jönnünk. Egyelőre a főküldetést mindenképpen hagyni akarom. Az mi ott? Ott egy lovaskocsi. Bazzeg, nem hiszlek el. Ott ment egy lovaskocsi. Én meg össze-vissza megyek, mert itt meglátok dolgokat. Ott az a füst is például érdekel, hogy mi van ott. Lehet, hogy vannak ilyen dagyák, ahol élnek emberek, ugye. Hát itt például itt vannak ilyen növények. Aha. És felfedeztem ezt a Valentine nevezetű
falut, ugye? Na, ki vagyunk csirosítva, gyerekek? Ó, basszus, itt dolgoznak emberek, vagy nem tudom, mi vannak itt. Itt van a lovaskocsi, de jól néz ki. Nagy területen lefedő küldetési jelzőket kell hát kutatni, hogy megtaláljuk a társad. Á, jó. Hogy néz ki ez? Valami postakocsi, basszus. De jó. Vigyázz az ember, elütlek. Kutya. Nem hiszed el. Halljál, halljál meg. A kontroller kell lassítani, így elfelejtem. Jó, jó, mindjárt meg. Jó leszek. Le akarok szállni. Hova kössem ki a lovamat? Körül akarok nézni. Hol van egy lókikötőpányba? Ott. Ott van egy. Próbálok segíteni az embereknek. Én teszek mindent, amit tudok. Te is mindent, amit tudsz. Hú, lókikötődése. Várjál. Kikötöttük? Kikötöttük a lovat? Szerintem nem. Szerintem csak leszálltunk, az a baj. Ugyanaz a kikötözés, mint a leszállás, csak... Aha, csak ezt hosszan kell, így. Szálljál már le a lóruba. Ja, itt valami ízét kell keresni, várja, mit ír? Ez nem a mi emberünk? Nem. Idegen. Jó, körülnézek, gyerekek, és itt a sárba, oda nézzél. Nem hiszed el? Azt nézd meg, hogy a sárba, hogy lépsz. Meglátszik a lábnyod, meg is csúszik a karakter, mint a... Csak az a gond, hogy... Pont így... Ez micsoda? Mi fú, bazza, be kell nézni, épületekbe be lehet menni, de nem bírom ki. És itt lehet beszélgetni, kommunikálni mindenkivel konkrétan. Itt söpröget, menj odébb. Szállod a tulajdonos. Ez egy hotel. Fürdő, kiadó szoba. Szóval ki fürdő? Szeretnék fürödni. Just right along the corridor. Aztán hol az anyámba? Az a csipke függöny, á, hogy néz ki az a játékban ez? Itt egy szoba. És ahogy beszél, jaj, de gyönyörű komolyabban, na már nem bírom én ezt. Ó, fürdő! Ez animáció. Nem, hát tényleg fürdőnk, gyerekek. Te hiszed el, hogy fürödni kell. Ez valamire jó, gondolom. Mi ez? Súrja a jobbkarját. Bozótos fej. Mi az a bozótos fej? Ez valami... Ja, megmossa. És elbetűvel mosod. Nyomogatni kell. Mi van? Elfogadom a deluxe fürdőszobát. Plusz 50 centért. Jö, elvileg egy csaj kopogott be. What? Öcsém, vannak ám izék, kannák. Súrolja a bal karját. Gyerek, hol vagyunk az? Vagy csaje? Gyerekek, hát komolyan mondom, hát tiszta jó dolog van. Súrod meg a jobb karomat is. Lehet csetelni, figyelj. Mekkora csöcse van, öcsém? Lábamat is. Bozótos lábat, nem tudom az mi. Remélem nem az. Lehet, hogy a bozótos lábat éppen súrolja. Nem. Nagyon jó. Súrod meg a jobb kezemet is. $35 még van. Hát gyerekek, erre fogom bekölteni komolyabb oddal. Meg még a bozótos lábat is.
Ezt tudom egyébként, ez valami melléfordítás, nem tudom, hogy mi az, hogy megmossa a lábad, vagy valami ilyesmi. Hú, te hallod, ez igen. Ez jó. Ez jó elkezdi. Lehet még valamit? Nem lehet. Szerintem ennyi volt. Vége, elfogyott. Jó, eszkép. Kaptunk puszit is a homlokunkra. Hát ez nagyon jó volt, gyerekek. Ez nagyon jó volt. Oké, meg vagyunk fürödve. Gyerekek, ki vagyunk idővel rettyenve. Nagyon jó. És nem vagyunk olyan büdösek, mint az állat. Egy kicsit még körülnézek, azt lehet, hogy majd balhézunk. Az nem az, menj innen, ne. Nem érdekel a hülyeséget. Itt meg a lószarba járkálunk. Mi ez? Friss gyümölcs, whisky, ez egy general store. Hogy tudok bemenni, hol a bejárat? Ez a, itt van-e. Aha, hát ez csak egy üzlet, ez csak egy üzlet. Nem gondolom, ki lehetne rabolni, meg milyen. Aha, valami katalógussal lehet. Hol van a katalógus? Az úgy van megoldva itt. Katalógus böngészése. Legalább tanulunk egy kicsit. Ú, de jó. Ruházat, lőszerek, vadászat és horgászat, ellátmányok. De, és meg mennyire ilyen autentikus. Lóápolás, vadászat és horgászat. Egy horgászbotot vennék. Mik vannak itt? Nyilak. Ez mi a fattököm ez? Olvass el. Kézzel készített nyilak, meg ilyenek a csehem. Hát beszarok. És ez mi? Ja, ez csak egy reklám, pazza egy reklám. Meg vannak benne ilyen cikkek, meg ilyenek, öcsém. Ez mi? Testápoló. Csökkenti az állatok észlelését. Nő, a csali. Ez mi ez? Vadászati és halászati kellékek, és ez is megint egy reklám, beszarsz. Zsebóra. Lehet, zsebóra, de jó. Élő tücsök. Lehet horgászni, tudod? Kalapok, kabátok, ingek, merlények. Jó, menjünk innen ki, hallod, ez nagyon brutál egyébként. De kivel, ne haragudjatok, ne. Ez brutál. Hello, szia. Le vagyok nyugözve. Nagyon jó. Oké. Hello, bocs, nem akarok neked menni. Elnézést. Nem balhézni, de... Szalón! Kocsma! Ma megjöttünk, gyerekek. Figyelj, ilyen csikosra van festve. Modern világban van az hasonló, csak így pörög. Mi a szar van itt? Ez meg beszarok. Nem hiszed el. Anyone can tell this one is a pussy cat. Exactly. Yes, he's a pussy cat. Ain't that so, Arthur? Ez a Javier. Mit csinál itt a? Ain't that a nice way to talk to a lady? Oh, I didn't know I was talking to a lady. Excuse me. Ez a Javier meg a néger gyerek. You got a fine way with the women, amigo. Yeah, regular dandy and a charmer. Where's Bill? Oh man. I dread to think about it. Hey. What's your deal? Ne, tömegverekedés. Ne, nem számítottam. Gyerekek! Nem hiszem el, hogy tömegbunyó van. Egyből a kocsmába. Üssük már ki ezt a csávot, jó?
Azt a betyár gyerekek, jó, figyelj! Mi a szar van itt? Itt még sokan vannak. Jó, hát én megyek innen, gyerekek, csináljátok csak a fesztivált! Ó, de én nem akartam itt balhézni, gyerekek! Én még körül akartam nézni, nem egyből, hogy a hülyékkel miatt balhé van. Na, ez mi? Egyébként mi van itt, gyerekek? A kalapon meg leesett a fejemre, ott a földre, öcsém. Oké, jó. A kalapomat akarom. Hú, ez a nagy darab állat, ez meg fog minket csapni. Éreztem. Na, jó van. Ne szórakozzál, ezzel kell neked verekedni. Azt a betyár, hát ez nem lesz jó nekem. Nyomjam az R gombot, a blokkolás, oké. Okay. Ah! Én most fürödtem! Most fürödtem! Fürödtem! 50 dolcs! Egy centet a csajnak! Azt, hát ezt ki fog csinálni! Jó! Oh. Neee! Félek előre! Nem hiszem el, bazzer. Most fürödtem meg! Erre mi történik? Csapjad, üssed, üssed! Üssed! Nagyon durva ez a játék. Jó, ma vézzük a fejet. Úristen, hogy nézünk ki! Mehetek fürödni! Nincs üzlet, uram, ne kérem! Könyörgöm! Bemutatkoztunk, azt hiszem, a kocsmába, gyerekek! Hát mibe keveredik mindig ez a szerencsétlen? Look who we found sniffing about! Josiah Trelawney! The very same! Well, I thought you'd gone to New York! And miss all this glamour. You must be joking. How are you? Well, quite well indeed. I went to Blackwater looking for you gentlemen. You're not very popular there, it seems. Ah, Javier and Charles. I've missed you. Meg a Bill is ott van. Na, ismerjük őket. Javier, Charles, meg a Bill, a szakállas a Bill. Popular in Blackwater. We left a lot of money there. And young Sean, it seems. Sean, you found him? Yes, I have. He's being held by some bounty hunters, trying to see how much money the government will pay them. I know. Ez a Bill az jó nagy darab állat. But there's talk of them moving. Well, if we step foot in Blackwater, well, then we're dead men for sure. A francesen bele vagy belekeveredtünk ebbe a bugyóba, amit körül akartam nézni. It's you they want, Dutch. Always is. Charles, go find out what you can, carefully. Josiah, take Javier. Arthur, go get yourself. Most akkor hogy meg. Kösz, bazzer! Kösz! Itt most fürödtem az előbb. Well, exactly. What about you? What does that mean? Oh, Bill, come on. Csodálatosan nézünk ki, jó van, fasza. Meg esik az eső is, nem? Esik az eső, vagy mi van, olyan fura? Vagy mennyi idő van? Délután 9 óra van. Ja, esett az eső. Nagy sár van, úristen. Ott az ablaknak darabja. Várj, a kalapomért visszamegyek. A kalapomot elhagytam. A ranat életben, hát erre nem számítottunk. Na. Nem akarok bajért, jöttem a kalapomért. Kalapam pam pam, kalapam pam pam.
Viszontlátásra. Köszönöm szépen. Vendéglátás. Na nézzük, mik vannak itt még. Ez micsoda? Vannak ilyen ideje, opciális küldetések, beszélj a területre lévő idegenekkel, hogy elkezdesz a szállat. Jó. Ez mi? Ez a bank. Na jó, menjünk innen, mert itt még... Jajjaj. Figyelj, van fegyveres ő. Jaj, ez valami sheriff, bazze. Már kapásból csináltuk itt a balhét. Mi ez? Barber. Ja, hát ez volt a szalon, jó. Mi a szar? Ez miért fog rám fegyvert? Hagyjál már, véletlen neked mentem. Itt bazze? Ez mi? Sheriff? Mi eladunk? Szódát, tonikot, kokaint, porokat. Milyen a hely, bazze? Milyen a hely? Ja, ez izé, bazze. Orvos, doktor. Jó van, gyerek, nem akarok itt üzletelni. Ez mi? Ez valami... Ja, ez a fegyverkovács lesz. Lovaskocsi. Hello, Albert! Ja, ott van, hogy miket lehet vele csinálni. Ugye körülnézek még erre. Azt mentünk egyet, azt duajkodunk. Kíváncsi vagyok, meddig bírjuk ki. Ó, itt is egy izé. Meleg kaja, meg minden. Szalon. Húzz innen, gyerek, ne idegesíts. Megjöttem. At Sylvia's saloon back in 76. Just a lot of bunk, Plato. It's just a lot of bunk. It's not bunk, Mr. Calloway, sir. It's history. Gondolom, ilyen beszélgetésekben lehet kiderítenék ilyen dolgokat, hogy mi hol van. Ó, bazza, mi van itt a városban, gyerekek? Itt minden is van. Itt egy kutya. Kutya... Apa, bocs. Kutyával lehet interaktálni. Dicséret. Megdicsérték a kutyát. Paskol, gé. Na. Szia! Mi újság? Nem akarsz eljönni velem? Van neked gazdád? Jó, elfutott. De jó. Elfutott. Na, nézzük már valamit. Itt is mi az? Valami sört vittek. Vigyen, valamerre kimegyek kicsit, nem a város közepén kezdjék elövöldözni. Mentek egyet. Azt az lesz, hogy... De várj, milyen fegyó van nálam? Nincs nálam semmi, csak a pisztolyom, basszus. A lovamon hagytam. Mindenhol dolgoznak az emberek. Na, ott van egy tanya fönt, megnézzük. Mindenhol dolgoznak az emberek. Meg mindenhol történik minden. Szóval de jól néz ki ez a leomlott föld itt. Meg kíváncsi vagyok egy ilyen... Mit csinálnak ezek? Nem áll bazza, a kutya nem örül neki, hogy itt izé, ólálkodok, figyeld! Na, várj, el kell tudni, mi az anyádon? Hát ezek ennyire fölveszik itt a... Lapát, bazza, majd mindjárt megmutatom én neked. Tessék. Mi a f... Hey! Mi vagyál meg, kutya? Nem akarok lelőni egy kutyát. Gyilkosságért köröznek, gyerekek. Mi a pecsöm? Jó, akkor most... Menekülj el! Hűha! Várjál, nem mentettem, és megöltek. Oh my god! De mi az, hogy a kutya... Jó, ez ilyen jól meg van csinálva, hogy kutyája van, és akkor megvédi, meg ilyen hülyeségek. Ezek nagyon nem hülyeségek, hanem ez nagy hülyeséget csináltam, ugye? Hú, basszus gyerekek, de viszont mindenképpen menteni kéne, mert ez így nem lesz jó. Hol vagyok?
templomnál születek újjá ilyenkor? Azt a rohadt tehetben. Figyelj, most meg, elmegyek oda. Hízig vagy fogy. Mi még hízunk, meg fogyunk is. Ott van az a ház. Most én elmegyek oda, kíváncsi vagyok, hogyha... Várj, megmaradt mindenem? Megmaradt mindenem. Ilyenkor mit veszítek, várjatabb? Az-e, van bounty rajtam, $15. Hely! Várjál, már mentek egyet, mert majd de nagyon komoly dolgok vannak. Hú, van az történet. Játék mentése, mondjuk nem tudom, hogy üres lótra. Jaj, fölülre raktak. Na mindegy. Van rajtam 15 bounty. Van összesen 35 pénzem. Gyerekek köröznek. Most arra vagyok kíváncsi, kinyitom a fickót. És a kutyát nem. És hogy megismer nekem, vagy valami ilyesmi. Mi lett a fickó? A szegény nő? Ott a kutya bazze. Jaj, jaj. Ajaj. Can you please stop? Help! Help! Juha. The law will hear about... Pah, azt a betyár úr, Istenét! Jó, ide megér a kutya! Jó, most egy kicsit ide randalírozni fogunk. A kutya nem vett észre, szerintem mit csináltam? Be lehet menni házba? A nő lefutott. Fut, mint az őrült, mutatja a map. Nem, ide nem lehet bemenni. Jó, menjek innen, kutya utállott téged. Bejelentett bűncselekmény. Bejelentett, a nő elment, bazze, izé, a sheriffhez. Nem mondott, hogy a nő elment a sheriffhez. Jó. A nőci elment a sheriffhez. Ó, valakik jönnek! Jönnek a sheriffek, bassza, vagy valaki jön? Keresnek. Erről ennyit. Júj! Ne kérde szedd be azt elvédébe. Mi a franc? Új, ezek támadnak-e? Hú, de sokan jönnek! Hülye, hülye. Ló van persze, hát ez így könnyű öcsém. Meg is haltam, jó? Gyerekek, nem búcsúzom, hát itt komoly dolgok vannak. De milyen volt, ha nő elfutott be az a sheriffél, és bejelentett bűncselekmény? What? Jó, vissza fogunk menni, és van bounty 15 dolcsi rajtam, azt lehet, hogy kicsengetjük, vagy valami, hogy azért ne legyen ennyire durva. Fel kell volna mennem a maszkod, vagy valami. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, sziasztok! Tippeket írjatok, hogy ez hogyan oldjam meg. Csá-csá!